Krisztusban, kedves testvérek! Mindig nagyon különös időszak, az a 10 nap, amit a Krisztus mennybe menetele és a pünköst között tölt az egyház, és bizonyára nagyon különös időszak volt a tanítványok számára is. Nagyra nőtt a reménység a tanítványoknak a lelkében abban a 3 nyilvános évben, amit Jézus ebben a világban töltött azért, hogy tanúságot tegyen az atyának a szeretetéről, és a nagy lelkesedésben és a nagy bizalomban óriási drámának számított, hogy látják, ahogy Krisztus meghal a kereszten. És aztán itt következik ez a 10 nap a feltámadás után, amikor végül is úgy tűnik, hogy mégiscsak minden rendeződik, és túlélik ezt a nagypénteki drámát, akkor minden nagyon kezd helyreállni abban a 40 napban, amit Jézus azzal tölt, hogy megerősítse, hogy lelkesedésüket nagyra növessze újra ezeknek a tanítványoknak. És aztán, amikor ez a 40 napos ilyen munkálkodás Jézusnak véget ér, akkor kiviszi őket Betániába, és a szemük láttára visszamegy az atyához. Úgy gondolom, hogy az a 10 nap, amíg a Szentlélek el nem jön, a tanítványok számára a legborzalmasabb 10 nap volt. Még a nagypénteknél is rosszabb. Mert azt érezték a feltámadás után bizonyára, azt érezték, hogy mégiscsak az Isten az erősebb, mégiscsak Krisztus az erősebb, mégiscsak legyőzte a halált, minden rendben van, itt van velünk, vele együtt, erősek vagyunk, és minden rendben lesz. Azt, amikor azt látják, hogy Jézus végül elmegy, akkor 10 napon keresztül azt érezték, hogy most végérvényesen elhagyott bennünket az Isten. Tehát Jézus már nincs, a Szentlélek meg még nincs. Hogy mi következik, Jézus többször megjöventőltet, többször beszélt nekük a távozás előtt a Szentlélekről, semmit sem értettek belőle. Ugyanígy beszélt legalább 3-szor Jézus a tanítványoknak a halálról, meg a feltámadásról, meg hogy ne veszítsék el a reményt, azt se értették. Ami először történik a világban, az, hogy valaki kiszáll a sírból, amikor először történik az, hogy szélzúgásban, meg lángnyelvekben lejön a Szentlélek, és mindenki azt érzi, hogy milyen erős lettem ettől, ami először történik, abból nem értenek semmit. És mert nem tudták, mert nem értették, mert nem tudhattak rá számítani, ezért ez a 10 nap számukra az a borzalmas tudat volt, hogy minket most végérvényesen elhagyott az Isten. Úgy gondolom, hogy egy emberi élet elég hosszú ahhoz, még akkor is, ha gyorsan vagy hamar halunk meg, elég hosszú egy élet ahhoz, hogy legyenek ilyen érzéseink olykor életünk során. Amikor éppen nagyon nehéz, amikor nagyon nem megy, amikor nem látjuk a holnapot vagy a holnap utánt, amikor nem látjuk annak a lehetőségeit, vagy az örömeit, vagy a reményeit, az ember nagyon sokszor éli meg ugyanezt a lelki életet, a lelki állapotot, engem most valószínűleg elhagyott az Isten. És amikor azt érzem, hogy engem elhagyott az Isten, akkor hiába vannak ott körülöttem emberek, akik tulajdonképpen ugyanazok az emberek, akikkel tegnap még örülni tudtam, lehet, hogy később örülni is fogok, de most itt engem, ebben a napomban, ebben az időszakomban, életemnek ebben a szakaszában nagyon sokszor vesz elő a kérdés, engem elhagyott az Isten. Mert nem úgy mennek a dolgok, ahogy ezt én gyerekkoromtól kezdve megálmodtam, vagy szeretném. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb lelkiállapot a tanítványokban az, hogy már nem, és még nem. És én ezen a vasárnapon ezt szeretném néhány szempont szerint végig gondolni. Mi az az én életemben, ami már nem, és mi az, ami még nem. A tanítványok ebben töltötték ezt a 10 napot, életünkben rendre elővesznek ezek a gondolkodások bennünket, hogy mi az, ami már velem nem fog történni, és mi az, ami még velem nem történt. Talán az első ilyen fontos szempont, már nem leszek gyerek. Nem sok gyerek van itt közöttünk, ez azt gondolom, hogy ez mindnyájunk közös tapasztalata, én már nem leszek gyerek. A gyereknek azért nagyon jó, mert ő még mondhatja életének minden elhibázott döntése fölött, minden elhibázott lépése fölött, mondhatja azt, hogy kérem, hát ezt még nem tudtam, hát még gyerek vagyok. És ilyen értelemben egy gyereknek még igazából túl nagy felelőssége, meg bűnei sincsenek. Amíg nem tudja, hogy valamit helytelenül csinálsz, addig nem, de én már nem leszek gyerek. Ezt az időkerekét, ami fölöttünk is forog, ezt nem tudjuk megállítani és visszamenni életünkbe 20-30-40 évet, hogy újra gyerek lehessek. Én már nem leszek gyerek. És ha azt is mondani kell, hogy mi az, ami már nem, vagy már nem, és mi az, ami még nem, hát én szeretném,
Szeretném életemnek a terheit egy kicsit eltaszítani magamtól. Szeretném azt mondani, hogy kérem, én ezt még nem tudtam, de mert már nem vagyok gyerek, ezt én nem tehetem meg. Még nem gondoltam eléggé végig életemben azt, hogy engem a szüleim sokszor minden módon megpróbáltak megtanítani arra, hogy mi az, ami jó és mi az, ami rossz, mi az, ami helyes és helytelen, és minden évben, ahány évet én az egyházban töltöttem, minden évben Jézus összes tanítását végig gondolom, végig hallgatom, végig elmélkedem, és így nem mondhatom. Én már nem vagyok gyerek, és nem mondhatom, hogy kérem, én ezt nem tudtam. Megtanították a szüleink, megtanították a papjaink, az egyház, az Isten, Krisztus bemutatta. Nem mondhatom. Még nem szívesen engedjük el magunkból azt a gyermeki lelki állapotot, hogy milyen jó lenne, ha erre hivatkozhatnánk, hogy kérem, én ezt még nem tudtam. Már nem vagyok gyerek, még nem történt meg velem az, hogy életemnek minden felelősségét fölmerjem vállalni. A másik fontos dolog, ez a még nem, vagy már nem és még nem, már nem vagyok kamasz, és talán nem vagyok már fiatal sem. Nem vagyok az a kamasz, vagy az a kora fiatal, akinek az életében meg kell hozni a nagy döntéseket. A nagy döntéseink azok, hogy mivel fogjuk tölteni az életünket, és a másik nagy döntésünk az, hogy kivel. Egyedül vagy társal, és ha társal, akkor ki lesz az a társ. És már nem tudom visszafordítani az időnek a kerekét azért, hogy én más döntéseket hozhassak. Nem tudom megtenni azt, hogy visszacsináljam életemnek a választásait és a döntéseit. Ezek a lehetőségek már nem adatnak nekem, nekem előre kell, előre felé kell nézni, és azt kell néznem, hogy ezekből a meghozott döntésekből én mit tudok kihozni azért, hogy az életem értékes és értelmes legyen, hogy ne kelljen sokat rágódnom azon, mert már nem lehetőség, hogy mit kellett volna tennem, mit kellett volna másképpen gondolnom, másképpen választanom, másképpen döntenem. Még nem vagyok képes arra, hogy megbocsássam magamnak a fiatalságomban elhibázott lépéseimet, választásaimat és döntéseimet, még nem vagyok elég erős arra, hogy megkeressem és megtaláljam a lehetőségeket az örömre és a boldogságra a mostani életemben. Még nem vagyok készen. És nem tudom meg nem történté tenni életemnek ezeket az elhibázott lépéseit, amit kamaszkoromban vagy fiatalságomban tettem, és még nem vagyok képes arra, hogy mindent megbocsássak magamnak, és meglássam a lehetőségeket az életem örömére ezekben a napokban, ezekben az életszakaszokban. A harmadik dolog, ez a már nem és még nem, már nem vagyok olyan egészséges, mint ami 10 vagy 25 évvel ezelőtt voltam, és valószínűleg nem is leszek. Mert az idő az ellenünk dolgozik, testileg az idő ellenünk dolgozik. Én már nem vagyok olyan egészséges, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt, és valószínűleg nem is leszek. Nem vagyok olyan egészséges, amilyen voltam, és akkor még ott volt a lehetőség nekem, hogy minden nap hálás legyek, és örvendezzek egészségem fölött. Csak akkor nem tettem, mert igazából olyan természetes volt, hogy én akkor egészséges vagyok. Még nem szerettem bele annyira a feltámadásba és az Isten országába, hogy rájöjjek arra, még nem szerettem meg annyira ezt a feltámadást, hogy rájöjjek arra, hogy a legfontosabb kincse az életemnek, hogy ez sokkal többet ér, sokkal többet számít, mint az, hogy énben testileg én most hol tartok, és mennyire vagyok egészséges. Minden erőnkkel, minden pénzünkkel azon dolgozunk, hogy valahogy ezt az egészséget megőrizzük, hogy visszahozzuk az életünkbe. Mert ezen a világon élünk, ehhez a földhöz tartozunk, ennek a testnek az örömeit éljük, és nem akarok jobban beleszeretni a halál utáni feltámadott életbe, mert kérem, én itt születtem, itt élek, itt is fogok meghalni. De amíg ez a halál meg nem történik, addig minden zsigeremmel, minden sejtemmel, minden testiségemmel ehhez a világhoz tartozom, és itt keresem az életemnek az örömeit. És nem tudom azt sem, nem szerettem meg, nem is nagyon lehet megszeretni, nem tudom elfogadni, hogy öregszem. És ott találom magam 60-70-90 éves koromban, és ezt nem szeretem. Ezt a gyengeséget, ezt a még nem szerettem meg az öregedést, és még nem szerettem meg az öregségemet, ezt az emberi gyengét használja ki talán a világ a legjobban. Egy óriási ipar nőtt fel a világban arra, hogy a fiatalodást, meg a szépségnek a megőrzését, ezt meg tudja tenni egy ember. Minden sarkon van egy fitnessterem, minden üzlet tele van sminkekkel, divatos ruhákkal.
Nincsen szomorúbb látvány annál, mint amikor egy 60-70 éves ember 20-30 évvel fiatalabb kiadásnak próbálja magát feltüntetni a festékeivel, meg az öltözködésével. Szánalmas! Mert nem szeretjük meg, nem fogadjuk el az Isten kezéből, hogy a testünk használódik, öregszünk. Szépen lassan fájnak az ízületeink, fáj a derekunk, elővesz egy halálos betegség, kövérebbek vagyunk 20 kilóval vagy 50-nel, mint amelyeknek lenni kéne, mindenféle bajunk van. Minden ilyen dolog arra kellene, hogy serkentse az embernek a gondolkodását, mert még nem vagyunk ilyenek, hogy megszeressük a halál után a feltámadott örök életünket, hogy odavágyjunk és ennek alá tudjuk rendelni életünknek minden más testi vagy egészségi dimenzióját. Már nem vagyok olyan egészséges, és még nem szerettem bele annyira a halál utáni életbe, hogy ezek szerint szabjam meg az életemnek a cselekedeteit. Már nem tudom meg nem történté tenni azokat a szavakat, amelyekkel megbántottam azokat, akik igazából a legfontosabbak nekem. Már nem tudom visszacsinálni, és még nem tanultam meg, még mindig nem tanultam meg igazán, hogy hogy kell valakinek megbocsátani azt, hogy ő más, vagy hogy éppen rosszan szól. Még nem tanultam meg, hogy hogy kell bocsánatot kérni és bocsánatot adni. A szavakat, amelyekkel bántó voltam, nem tudom meg nem történté tenni, és még nem tudok igazából bocsánatot kérni, és igazából megbocsátani. Ezek súlyos feladatok az embernek az életében, mert csak ezzel tudja az életét megőrizni egy békés és egy örömteli életben. Ezek nélkül nem. Mert mindig van baj, mindig vannak elhibázott szavak, mindig vannak rossz gesztusok, amelyek egy másik életet fölsértenek és megbántanak. Amíg az ember nem tud bocsánatot kérni és megbocsátani, addig ezek a sebek mérgezik az egész életünket, és veszik el az életnek az örömre való lehetőségeit. Hát ezekkel a már nem és még nem történt dolgainkkal állunk itt, és várjuk a Szent Lelket. Azt a Szent Lelket, akit Jézus maga lelke szerint az Atyával egyetemben visszaküld a világba, és hirdeti, hogy Isten nélkül nem megy. Életünk minden lehetetlenségében és kudarcainkban érezzük meg igazából, hogy Isten nélkül nem megy. Egy jó élet Isten nélkül nem megy. Csak az elhibázott döntéseink vannak, az elhibázott gyerekbetegségeink, az elhibázott kamaszos betegségeink, az elhibázott dolgok, amit kora fiatalságomban hoztam, az elhibázott dolgok, amit az élet közepén hoztam, az elhibázott dolgaim, amit vénségemben hoztam. Isten nélkül nem megy. Hát így állunk, és hisszük, hogy elég hatalmas az Isten, aki Szent Lelke által vissza akar jönni a világba, elég hatalmas, hogy minket jó gyerekké tegyen, hogy minket jó kamasszá tegyen, hogy minket jól döntő fiatallá tegyen, hogy minket egészségessé tegyen lélekben és testben, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, hogy vissza tudjuk tartani sértő és megbántó szavainkat. Hát kérjétek a Szent Lelket, hogy egészítse ki, tegye erőssé az életeteket, hogy megtalálhassátok életeteknek a bajai között az életnek az örömeit is, hogy megtaláljátok a reménységet, amelyet ez a 10 napos nehéz állapot sokszor elvesz az embernek az életéből. Hiszem, hogy a Szentlélek elég erős ahhoz, hogy helyreállítsa bennünk az életnek az örömeit, és hogyha helyreáll bennünk az életnek az öröme, akkor élünk sokkal jobban és boldogabban ezen a világon, és élhetünk ebből a beteljesült örömből jobban és boldogabban az Isten országában is. Amen.